Egyre több Humboldt pingvin tolakszik a finom falatokért a Nyíregyházi Állatparkban. Ők a jégkorszak interaktív állatbemutatójának első lakói. A létesítmény ugyan még nem nyitotta meg kapuit, a madarak kifutóját azonban már láthatja a közönség. A kolónia egy része nyáron már beköltözött, a közelmúltban pedig újabb egyedek érkeztek. A Nyíregyházi Állatpark jégkorszak interaktív állatbemutatójába már megérkeztek az első állatok, a Humboldt pingvinek. Első körben 7 egyed érkezett, most viszont bővült a kolóniánk, plusz 8 egyed, de így már összesen 15-en vannak. A 8 új állat a kezdeti időszakban egy kicsit még elszaporálódtak a meglévő 7 állattól, de egy néhány nap alatt nagyon hamar összeszoktak, és azóta már nagyon jól érzik magukat együtt. Naponta egyszer kapnak enni, tengeri halakkal etetjük őket, jelenleg 6 kg halat esznek, ez kis heringből és kápelinből áll, de a téli időszakban akár majd 15 kilóra is felmehet ez a fogyasztás. A madarak egy része Németországból érkezett, de svéd és szlovák állatkertekből is költöztek Nyíregyházára. A nemzetközi csapat tagjai a gondozók szerint jól érzik magukat új otthonukban, ezért abban bíznak, hogy hamarosan utódokkal is gyarapodik a kolónia. Az állatpark az Európai Fajmegőrzési Program keretében többek között tenyésztési céllal költöztette ide ezt a különleges fajt. Már a korábbi időszakban tartottunk Humboldt pingvineket, de ahogy elkezdtük építeni a jégkorszakot, akkor azok az egyedek elkerültek a poznani állatkertbe. Most azonban a faj koordinátor nagyon bízik az újabb sikereiben, hiszen már a korábbi esztendőkben is sikeresen szaporítottuk ezt az elég nehezen szaporítható pingvin fajt, úgyhogy mindenképpen olyan állatokat hozott össze, akik fiatalok, kiváló genetikai tulajdonságokkal rendelkeznek, és reméljük hamarosan tojás is lesz majd itt a kifutóban. A Humboldt pingvinek vadonban előforduló állománya rohamosan csökken. Hazánkban csak Nyíregyházán találkozhat velük a közönség.